A legtöbb vízi balesetet odafigyeléssel és az alapvető szabályok betartásával el lehetne kerülni. Talán ez a tanulsága a tegnapi Fonyódi tragédiának. Egy 13 éves fiú és a 17 éves bátyja fulladt a Balatonba. Nem tudtak, vagy más hírek szerint csak alig tudtak úszni, mégis mentőmellény és felnőtt kísérő nélkül mentek be a vízbe gumimatraccal, és sajnos azzal sem voltak tisztában, hogyha fúj a déli szél, az veszélyes lehet a Balaton déli partján. Két mécses emlékeztet a vasárnapi tragédiára Fonyód Alsó Béla telepnél. A 13 és 17 éves testvérpár délután 2 óra körül matraccal ment a tóba, ám a Balaton közepe felé sodródtak, ahonnan már nem tértek vissza a partra. Stábunk a helyszínről tudósított. A szemtanúk elmondása alapján matraccal mehetett a vízbe a testvérpár, és azt mondták, hogy arra lettek figyelmesek, hogy a két bója között már üresen úszik a matrac. Mentőhajókkal, mentőhelikopterekkel keresték őket, holttestüket már tegnap megtalálták. A strand hétfőn is kinyitott, de a vendégek is tudtak a történtekről. Most nem olyan régen való Kecskeméten, és egy kisgyerek meg Dunaújvárosban belefulladt a strandmedencébe. Szóval ott, ahol azért elég sokan voltak, azért egy kicsit jobban oda lehetne figyelni, még ha nem is a saját gyerekem. Az egész települést megrázta a tragédia, ezért a városvezetés azt kérte minden vendégtől, hogy vegye komolyan a fürdőzés szabályait. Az összes strandunkon, tehát a szabad strandokon is és a fizető strandunkon is strandgondnok van, strandfelügyelő van. Három strandunkon a legfrekventáltabb, leglátogatottabb három strandon ott vízimentőszolgálattal is kötöttünk szerződést, tehát ők is segítik a fürdőzők biztonságát, és minden strandnak a bejáratánál jól látható strandszabályzatot függesztettünk ki. Szakemberek ismét arra hívták fel a figyelmet, hogy aki nem tud jól úszni, az vegyen mentőmellényt, vagy legyen nála úszást segítő eszköz. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője szerint az is fontos, hogy a vízi közlekedési és fürdőzési szabályok mellett a fürdőzők ismerjék az adott partszakasz sajátosságait. A déli oldalon például a tó sokáig nem mélyül, ám a sekély víz hirtelen akár 3 méteres mélyé is válhat. Csak úgy engedjük be a gyermekeinket, vagy a hozzátartozóinkat, hogy vagy tudnak úszni, tehát megfelelő vízbiztonságuk van, vagy ha nem, akkor mi visszük ki őket, tehát olyan beavatkozni képes felnőtt felügyelete mellett van, aki tud valamit tenni a megmentésük érdekében, és a gyermekekre minden esetben adjuk mentőeszközöket, mentőmellényt, ha vízibiciklizni visszük őket, ha szapozni visszük őket. A balatoni vízirendőrök 14-16, esetenként pedig 18 járőrhajóval teljesítenek szolgálatot folyamatosan. Idén eddig 220 ember életét mentették meg. A fürdőzőktől azt is kérik, hogy felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe, illetve 11 és 15 óra között ne tartózkodjanak a nyílt vízen, hiszen ilyenkor megnő a napszúrás kockázata is.